Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, egy napi horoszkóp június 28-án. A mai napon fél hold van, pontosan 9 óra 16 perckor. Erre kivetettem most a kártyát, de így vannak a csillagok, tehát ez a kép mutatja ezt az időpontot, egy ilyen napi horoszkópot. Egy félholdnál érezzük a nyugtalanságot, mert ezt vált ki belőlünk. Ez úgy van, hogy a nap, a földünk és a hold összeköttetésben áll. De ez nem a harmóniát mutatja, hanem inkább a nehézségeket. A mai napon a nap indiai számítás szerint az ikrek jegyében van, a levegő elemében. A hold itt a szűz jegyében, a föld elemében van, és a mi bolygunk, a mi földünk itt a nyilas jegyében, a tűz elemében van. Tehát nap, föld és a hold összeköttetésben áll. A három elem az a levegő eleme, a föld eleme és a tűz eleme, hiányzik valami. Mégpedig a víz eleme. Ha mi oda tekintünk a víz elemére, és a szimbolizálja az érzéseket, a belsőnket, az intuíciónkat, akkor megtaláljuk a belső nyugalmat. A víz eleméhez tartozik a rák jegye, a skorpión és a halak jegye. Az segít abban, hogy a mai napon ebben a feszültségben valahogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat. Ebben az időpontban, amikor ez a fél hold exakt ist, ebben az időpontban a rák jegye kel fel a keleti határon, és mutatja a legfontosabb témát, amire oda kell, hogy figyeljünk. A rák jegye szimbolizálja a családot, a családi kapcsolatokat, az érzelmeket is. Az is lehet, hogy egy párkapcsolat területén valaki visszahúzódó, vagy megsértődött, nagyon érzékeny. Viszont a rák jegye mutat titkokat is, és ez egy belső tempel. Mert ha mi meditálunk, és érezzük a lelki hatást, vagy valami, ami belülről jön, akkor az olyan, mint egy ilyen belső tempel. És itt található Vesta istennő, és ez a Vesta istennő ezt azt mutatja most nekünk, hogy mennyire fontos a belső melegség, a szív melegsége, a lelkesedés, de ennek van egy tisztító hatása is. A második életházhoz tartoznak az anyagiak, az értékek, itt most nincs bolygó, tehát ez most így nyugszik. A harmadik életházban van a hold, a szűz jegyében, tehát itt történik valami. És milyen témák vannak itt ennél a harmadik háznál? Ez a kapcsolat a rokonokkal, szomszédokkal, de ide tartozik a médien, ide tartoznak az iskolák és a tanulás. És itt van az élet iskolája is, ahol mindig be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. A mai napon ennél a feszültségnél nem könnyű. A negyedik és az ötödik életház nyugszik, ahol energia van, az a hatodik életház. Ez kihat a munkára, a munkahelyi kapcsolatokra, de a gyógyításra is, és az egészségügyi témákra vonatkozik. Itt van a mi bolygónk, a Föld, és itt van ez a kármikus csomó,
mégpedig a lefele haladó holt csomó, ami a múlttal áll összekötetésben. Mindaz, amit átéltünk a korábbi években, vagy valami visszatér a múltból, és kihat a mi földünkre. A hetedik életházban van Jupiter, Szaturnusz és Plutó bolygó, mindhárom visszafele tekintő, kihat a párkapcsolatra, így lassabban mozognak az események, vagy valaki visszatér a múltból, vagy jönnek az emlékek. Jupiter bolygó és Plutó bolygó a határomban hamarosan visszatér ide a nyilas jegyébe, az kihat az életünkre, valaki visszatér a múltból, vagy hasonló témák kerülnek újra a napvilágra. A nyolcas életházban van a halál, de ez ritkán mutat halálesetet, néha ilyen örökösödési ügyeket. Itt inkább arról van szó, hogy mindazt le kell, hogy zárjuk, ami nyomaszt bennünket, hogy legyen hely valami újra. De vannak más témák is itt a nyolcas házban, mégpedig a hivatalos dolgok, vagy örökség, pénzügyi ügyek. Itt Neptun bolygó hat ezen az élet területen, és ez minden olyan átláthatatlan. Neptun visszafele mozog, azt jelenti, hogy lassulnak az események, vagy vissza kell, hogy tekintsünk a múltra. A kilences életházban van a halak jegye, és oda kell figyelnünk, mert az segít a víz eleme a mai napon. Itt van Mars bolygó, az azt jelenti, hogy higgyünk a mi belső erőnkbe, mert meg tudjuk valósítani mindazt, amit el szeretnénk érni. De ez a Mars bolygó lehet egy férfi is, és a kilences életház külföldi kapcsolatokra mutat. A tízes életház a nyilvánosság, vagy a hivatás, itt van a kos energiája, az mutat egy új lehetőséget, de a bátorságot is. Uránusz bolygó valamit megváltoztat, és ez a kis bolygó Sirón mutat a gyógyításra. Amikor Sirón megjelenik a horoszkópban, ott valami fáj, vagy testileg, vagy lelkileg. De Sirón adja a gyógyító erőt, és kell most ez a gyógyulás, itt látható a nyilvánosság, most ez a téma, így a koronavírus miatt, de sokan keresik ezt az utat, mert ez a hivatásuk. A 11-es életházban van Vénusz bolygó, ez utal a szerelemre, vagy egy hölgyre, de mivel a félholdnál itt feszültségek vannak, az előfordulhat, hogy a baráti körben nehézségek vannak, és itt egy hölgy beleavatkozik a dolgokba, és ezzel a hölgyel vannak vitáink. Ez bizony előfordulhat a mai napon. A 12-es életház mutatja a titkokat, de az ellenséget is. Itt van Merkur bolygó, az utal a kommunikációra, viszont a nap is itt található, és az megvilágítja a dolgokat, tehát kiderül az igazság. Ez a felfele haladó holcsomó mutat egy új kármikus utat. Tehát meg kell, hogy lássuk azokat a dolgokat, ami a háttérben van, és oda kell, hogy figyeljünk. Az is lehet, hogy vannak ellenségeink, és a hátunk mögött beszélnek rólunk, de ez napfényre kerül, és látni fogjuk a dolgokat. Ez a felfele mozgó holcsomó mutat egy kiutat. Le kell zárni ezt a kapcsolatot, vagy tisztázni ezeket a dolgokat, ami a mai napon kellemetlen lehet, de van egy kiút, mégpedig valami, amit mi még nem ismerünk, vagy egy új kapcsolat. Vagy azt is jelentheti, hogy másképp néztek a dolgokra, mint a múltban, és így valami megújult nálatok. Vénusz és a hold egy jó kapcsolatban áll, az segít a szerelem területén,
a Hold a szűz jegyében, Vénusz a bika jegyében, mindkettő a Föld eleme, tehát itt stabilizálódik valami. Azon kívül a Nap egy jó kapcsolatban áll a Vénusz energiával, ez a közelségre utal, vagy valaki segít nekünk, aki a közelünkben van. Az is lehet, hogy ezek a titkos beszélgetések a hátatok mögött, hogy ez a hölgy itt a közelből segít nektek ezt megoldani, vagy mondja, legyetek óvatosak. És ez volt a mai napi horoszkópom ezen a félhold napon. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!